Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. Aki embertársát ostobának nevezi, állítsák a nagy tanács elé. Aki azt mondja neki, te bolond, méltó a pokol tüzére. Ha ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy embertársadnak panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt. Menj, s előbb békülj ki embertársaddal. Aztán jöjj vissza, és ajánld fel ajándékodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, még idejében, amikor úton vagy vele. Nehogy átadjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a poroszlónak, és börtönbe kerülj. Hallottátok a parancsot, ne törj házasságot. Én pedig azt mondom nektek, aki bűnös vágyjal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követett el vele. Ha jobb szemed megbotránkoztat, vágyd ki, s dobd el magadtól. Inkább egy tagod vesszen oda, mintsem az egész tested a kárhozatra jusson. Ha jobb kezed bűnbe visz, vágd le, s dobd el magadtól. Inkább egy tagod vesszen oda, mintsem az egész tested a kárhozatba kerüljön. Aki megüti jobb arcodat, tartsd oda a másikat is. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. Ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele két annyira. Aki kér, annak adj. És aki kölcsönt akar tőled, attól ne tagadd meg. Szeressétek ellenségeiteket. Imádkozzatok üdözőitekért. Így lesztek fiai mennyei atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra. Esőt ad igazaknak és bűnösöknek. A mai napon hallgasd Krisztus szavait. Olvasd az evangéliumot. Töltsd be szívedet ezekkel az igékkel. Ezek visszhangozzanak benned. Krisztusnak melyik szavai találtak szíven? Melyik lelkesít leginkább? Melyik szól személyesen neked?